Sziasztok! Végre sikerült befejeznem a magyar szakon, és ebben a videóban az egész utazásomról fogok beszélni. Kezdjünk! A középiskola után nem tudtam, hogy mit akarok csinálni az életemben. Az érettségi vizsgám az emelt szint angolból, lengyelből és spanyolból írtam. És utána egy spanyol szakon akartam tanulni, de nem volt elég pontom, és nem tudtam ott tanulni. De néhány hónappal ezelőtt... Miért csak akkor hallom a hibáimat, amikor vágom a videót? Azt hallottam, hogy létezik egy magyar szak, amiről régen soha nem hallottam, és csak véletlenül kezdtem ezen a szakon tanulni. Előtte soha nem voltam Magyarországon. Szerintem egyszer voltam Magyarországon átutazóban, de nem tudtam semmit Magyarországról. Kiderült, hogy csak a sors akarta így, mert nagyon gyorsan beleszeretettem ebbe az országba és mindenbe, ami Magyarországgal kapcsolatos. Az első egyetemi évben olyan tantárgyak voltak, mint például a magyar nyelv, magyar irodalom, magyar történelem, és több tantárgy is volt. Az első fél év után először Magyarországon voltam, Budapesten, néhány napig keresztül, és nagyon tetszett nekem ez a város. Az első év után egy hónapot töltöttem Magyarországon, mert egy hostelben dolgoztam egy barátnőmmel. Ez nem teljesen sikerült, mert nem volt túl jó ez a munka, de utána stoppal utaztunk Magyarországon keresztül. Az első év után nem voltam képes senkivel magyarul beszélni, mert olyan nehéz volt ez a nyelv. Utána volt a második év, amikor újra ugyanolyan tantárgyak voltak, csak minden nehezebb volt, és a második évben rosszul kezdtem elérezni. Sok problémám volt a gyomorommal. Tudom, gyomorommal. És nem tudtam, miért így van. A második év után kaptam egy ösztöndíjat Budapesten, a Balassi Intézetben, és akartam ott tanulni, de minden nap nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, és ez olyan furcsa volt, hogy minden nap csak nagyon-nagyon fáradt voltam, és nem voltam képes semmit csinálni. Rengeteg orvoshoz. Jártam, de mindenki azt mondta, hogy minden rendben van velem, ami jó, viszont nem tudtam, mi van. Nyáron és rosszul éreztem magam, de a nyári egyetemen voltam Debrecenben, és nem tudom, mi történt. Szerintem ez egy csoda volt, de 3 hétig keresztül jobban éreztem magam, és csak jártam az órákra, és minden jó volt. De utána újra rosszul voltam, és csak hazajöttem. Szerintem 1-2 hétig keresztül otthon voltam, és utána kezdtem el pakolni, mert az volt a terv, hogy Budapesten fogok tanulni, és a szüleimmel utaztam Budapestre. Minden nap továbbra nagyon rosszul éreztem magam, de nem tudtam. Szerintem azt gondoltam, hogy újra lesz egy csoda, és hogy valami fog történni, és nagyon jól fogok érezni magam, de nem volt így, és csak egy éjszakot töltöttem a kollégiumban, ahol nagyon jó, rosszul éreztem magam. Visszatértem Varsóba Budapestről, és nem tudtam, hogy most mit kell csinálnom magammal. Újra rengeteg különböző orvosokhoz jártam, de minden vizsgálat rendben volt. Nem találkoztam senkivel, csak egyedül voltam otthon először, ezért, mert rosszul éreztem magam, és utána csak nem találkoztam.
először nem találkoztam senkivel, mert rosszul éreztem magam, de utána csak nem tudom, mindentől féltem, és nem tudtam senkivel találkozni a szorongás miatt. És egy orvos azt mondta, hogy jó lenne egy pszichológushoz menni, és én először nagyon mérges voltam. Azt mondtam, hogy minden problémám a testemmel kapcsolatos. Kiderült, hogy minden tünetem pszichoszomatikus volt, és végre néhány évig keresztül jártam terápiára. Az első másfél évig keresztül az apám egyszer hetente vitte magamat a terápiára, mert én olyan állapotban voltam, hogy nem voltam képes csak egyedül tömegközlekedéssel utazni, mert én csak mindentől féltem, nem tudtam egyedül a boltba menni, vagy semmit nem tudtam csinálni, és az emberekkel találkozni sem. Lassan jobban kezdtem el érezni, találkoztam az emberekkel, először egyedül a tömegközlekedéssel utaztam, vagy boltba mentem, először találkoztam a barátommal, kaptam egy munka állásajánlatot, először online, és utána nem online. Egy civil szervezetben dolgoztam, ahol láttam, hogyan működik ez a szervezet. Közben nem volt az alkalom magyarul beszélni, és szerintem 4 évig keresztül egyáltalán nem tanultam magyarul, nem beszélgettem magyarul senkivel, és majdnem elfelejtettem, hogyan működik ez a nyelv. Azért döntöttem el, hogy ez egy jó ötlet, egy ilyen YouTube csatornát csinálni, ahol az elején szerintem nagyon rosszul beszéltem magyarul, és én nem tudok megnézni az első videóimat. Utána arra gondoltam, hogy ez egy jó ötlet egy saját civil szervezetet alapítani. A Lengyel-Magyar Alapítványt szerveztem, ami a lengyel-magyar dolgokkal foglalkozik. Folyamatosan a csoportterápiára jártam, mert az elején az egyenes terápiára jártam, de utána a csoportterápiára jártam, és csak jobban éreztem magam. És utána jött a világjárvány, ami biztos, hogy rossz, de arra gondoltam, hogy ez egy jó alkalom számomra, mert újra tudnék járni az egyetemre, mert mindig reméltem, hogy lesz az alkalom újra ott lenni és ott tanulni, és az órák online voltak. A harmadik évben voltam a magyar szakon, ahol régen is voltam, továbbra jártam terápiára, de közben ez borzasztó, de kiderült, hogy meghalt a terapeutám, aki csak fiatal volt. Hát nem tudom, hogy fiatal, de ez nem volt egy jó év arra, hogy nem legyen a világon. Csak nagyon örültem, hogy újra ezen a szakon vagyok. Nagyon jó volt, a harmadik évben voltam, ahol már minden előadás csak magyarul volt. A negyedik évben nagyon örültem, hogy az órák nem voltak online, és tudtam találkozni az emberekkel, amelyeket régen csak a képernyőmön láttam. Ez az év nehéz volt, és nem is tudom, ha volt egy teljesen szabad napom az előző évben, mert minden nap tanultam, ha nem tanultam, dolgoztam. Sajnos nem volt sok időm a YouTube csatornámra, de örülök, hogy itt voltam, mert kaptam a papírt, kaptam ezt a diplomát. Szerintem vannak hibák, amikor beszélek, de amikor valakivel beszélek, akkor mindent tudok érteni, és a nehéz dolgokról is tudok beszélni, vagy hallgatni. Ez az év azért is nehéz volt, mert írtam a szakdolgozatomat, amelyet magyarul írtam, és ez több mint 50 oldal volt, és ez nem volt könnyű. Ezen kívül sokat tanultam, mert hát, mint az előző évben, de most is minden vizsga magyarul volt.
rengeteg vizsga volt. Mert volt a vizsga az irodalomból, igazából kettő vizsga volt, a magyar leíró nyelvtanból, amelyből megbuktam, de szeptemberben újraírtam ezt a vizsgát, még volt még a magyar nyelv, a szóbeli és írásbeli, fordítási óra, szerintem több is volt, csak nem A és I nyelv is volt, az A2 szinten, mert szerintem arról nem mondtam, hogy a harmadik és a második évben az észt órák voltak kétszer hetente, mert az észt nyelv finnugor nyelv is. Az államvizsgám szeptemberben volt, de nyáron is tanultam és készítettem. Egy nagy Quizlet foga vagyok. Itt van például minden a nyelvészetről, és nem tudom mi. Például itt van a kazinci és nyelvújtás. Például itt szetitelek vannak, és volt egy tábla, amelyet kaptunk, és én például egyáltalán nem látom a különbség, ami a jelzős és jelentés sörítő összetétel között van. Akkor csak megtanultam minden szöt, ami a táblában volt, és csináltam egy történetet ebből a szavakból. Amikor már kéz vannak a tanulókarcsak, igyekszem megtalálni egy előadást. Rengeteg érdekes videó ott van. Például érettségi csokonájukról. Előtte nagyon stresszeltem. Tássi, hogy csak azt tesz a csajka. A vizsgán 4 kérdést kaptunk. Az első a dolgozatról volt, a második az irodalomról, a történelem és kultúráról, és a nyelvészetről. Én nagyon szerencsés voltam, mert nagyon könnyű kérdéseket kaptam. Az első az irodalomból a drámákról, amiről írtam a dolgozatomat, a kultúrá és történelemből a magyar filmekről, ami nagyon könnyű, mert nem akartam a királyokról beszélni. És a nyelvészetről olyan kérdést kaptam, pont erről a témáról, ami a pótvizsgámon volt, amelyet 3 vagy 1 hétig ezelőtt írtam. Hát csak nagyon örülök, hogy kaptam ezt a papírt, és szerintem ez csak fontosabb volt számomra. Ez a hosszú szünet miatt, és hogy közben rosszul éreztem magam, és nagyon büszke vagyok magamra, és nagyon is hálás vagyok mindenkinek, aki volt vele, a családomnak és a barátomnak, akinek egyáltalán nem volt időm, és az egyetemi barátaimnak, főleg Noéminek és Zosának, és Petinek, egy magyar barátomnak, akivel rengeteg óráig keresztül csak magyarul beszélgettünk, és ez nagyon jó volt, és köszönöm. És Eszter tanárnőnek, akivel csak sokat beszélgettünk magyarul, és nagyon segítőkész is volt, és köszönöm szépen nektek, és most akarok rendszeresen publikálni a YouTube-on, mert több időm is lesz, és ha valakinek van valamilyen kérdése ezzel a szakkal kapcsolatos, akkor legyetek szívesek, írjátok a kommentekben, és én fogok válaszolni, ha sok kérdés lesz, és szerintem ez lesz egy utolsó videó erről a témáról, mert ez csak a történelem számomra, és most a jövőre fogok koncentrálni. Akkor köszönöm szépen, és sziasztok!